Kezdjük a műsort a megyeszékhellyel. 24,6 milliárd forintos uniós forrás használhat fel Nyíregyháza 2020-ig. A város turisztikai fejlesztésekre, egy versenyúszodára, jégcsarnokra és jelentős útberuházásokra is költ. A térképen látható utcák, utak szélesítésére és útfelújításokra is pályázik Nyíregyháza. Egy közel másfél milliárdos támogatási igényt nyújt be az úgynevezett TOP programban, fenntartható közlekedésfejlesztés címen. Olyan belterületi utakat, közlekedési csomópontokat szeretnének rendbehozni, amely elmaradt az elmúlt években. A Szegfő utca négy sávosítását már előkészítették, a Törzs utcánál körforgalmat alakítanak ki, ami a városon áthaladó gépkocsi forgalmat fogja segíteni. Ezen kívül a környéken több útszakaszt is rendbe tesznek ebből a keretből. Folytatódhat Nyíregyháza sóstó komplex turisztikai fejlesztése is, parkolókat, zöld felületeket alakítanak ki, és egy kerékpár kölcsönzőt is létesítenek a turisztikai övezetben. Tavaly novemberben a város és a kormány közötti megállapodás szerint a Modern Városok Fejlesztése címén az év végéig megépülhet Nyíregyháza és Tokaj között a kerékpárút, amely mindkét város számára jelentős idegen forgalmi beruházás. A beruházás előkészítési fázisban van. Három különböző szakaszon 30 kilométernyi hosszú egybefüggő kerékpárút hálózatot tervezünk megépíteni. Toka és Rakamaz között egy 3 kilométeres részen, Rakamaz és Nyíregyháza között 23,5 kilométeres részen, és a harmadik ütemben pedig Rakamaz belterületén mint egy 1,7 kilométer hosszú burkolatfelújítás, átépítés, szabványos kialakítást fogunk végezni, míg Nyíregyháza belterületén egy 500 méter hosszú szakasz kiépítése valósul meg. Ezek pedig már az utolsó simítások az ország egyik legnagyobb sportcsarnokán, a Buszacsán, amely hamarosan elkészül. A csarnok 2,1 milliárd forintos állami támogatásból kívülbelül megújul. 2500 férőhelyes lett a csarnok, a 400 mobil lelátó közelebb került a küzdőtérhez. A felújítás tartalmazza az épület gépészeti és elektronikai rekonstrukcióit is. A kivitelezés a hónap végére lezárul. A 35 perc vendége Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg kívást, polgármester úr. Köszönöm szépen a megkívást. 24,6 milliárd forint, nagyon nagy pénz. Milyen szempontok alapján döntöttek annak idején arról, hogy mire jut ebből és mire nem jut? Ez valóban nagyon nagy pénz, de relatív, mert amennyit szeretnénk, ahhoz képest nem biztos, hogy nagy. Közel másfél éves előkészítés előzte ezt meg a kormányzattal, hiszen ez egy dedikált forrás, ebben a 7 éves ciklusban Nyíregyháza, mindegyik megyéből város kap egy forrást, nekünk ez, ami kormányrendeletben is rögzítve van, és ebből most 12 milliárdot összesen lehívunk, az azt jelenti, hogy pályázatokat adunk be. Az elmúlt két közgyűlésen 8-10 napi rendi pont szerepelt erről, és valóban úgy, ahogy elhangzott, ennek egyik fontos része a közlekedési csomópont fejlesztés. Ezt már megkezdtük tavaly, hiszen az elmúlt év elején a Arany János utca, Szarvas utca kereszteződésben elkészült körforgalmat adtuk át, az év vége fele pedig az Orosi úton egy másik fontos körforgalmat. Ezekre nagy szükség volt egyrészt a baleset, gyakori balesetek miatt, másrészt a folyamatos közlekedés biztosítás érdekében. És így, ahogy az elhangzott, ebből a topból a Szegfő utcát szeretnénk ez évben elkészíteni, őszig át is adni, hiszen ez is évtizedes probléma, összeszűkül a négy sáv két sávra, elkészül a Buszacsa felújítás, kész ebben a hónapban, több rendezvény lesz, remélhetőleg még több ember, ez a forgalmi probléma, közlekedési probléma még nagyobb lesz, ezért ehhez most ebben az évben megoldjuk. De igazából 14 ilyen közlekedési fejlesztési csomópontot szeretnénk átépíteni, ami szükséges, és hát mondhatom, hogy mindegyik már régóta időszerű. Szegfő utca ilyen hamar elkészül, ilyen könyv, mert ez egy nagyon fontos beruházás lesz. Na persze, hát ezzel is már egy évvel dolgozunk. Konkrétan úgy áll ez a folyamat, hogy a tervezési engedélyezési eljárás lezárul most májusban. Meghirdetjük a kivitelezési közbeszerzést. Én nagyon remélem, hogy július végéig megkezdődik a munka. Kisajátításokon már túl vagyunk, illetve területvásárláson.
Tehát az előkészületek adottak, a közmű szolgáltatókkal hónapok óta megy az egyeztetés, hiszen ez közmű kiváltással, áthelyezéssel jár együtt, és ezért mondhatom azt, hogy ez év végéig el tudjuk készíteni. Polgármester úrnak van egy olyan szokása, hogy nem csak akkor látogat meg bizonyos beruházásokat, amikor a sajtó is ott van, hanem egyébként is kíváncsi rá, megnézi. Ilyen a buszacsa is, hogy áll most a buszacsa, kész lesz-e határidőre ez a gyönyörű, igen, szép aréna? Ugye vannak a sajtónyilvános polgármesteri szemlék, amelyek az a cél, hogy tájékoztassuk a nyíregyháziakat arról, hogy hogy állnak a beruházások. Én emellett valóban mindegyik nagyobb beruházásnál mindig megjelennek bejelentés nélkül. Ez mindig hasznos, és talán segíti azt is, hogy határidőt betartsák a kivitelezők. Úgy állunk, hogy május 27 van kitűzve a haszádvétel engedély megszerzésére, de ezt az időt tartanunk is kell, mert június 30-án már itt lesznek a női röplabda válogatott csapatok tagja, hiszen az Európa Liga csoportmeccs lesz itt Nyíregyházán, ez lesz az avatónagy sportrendezvény. A magyar női válogatott mellett Szlovénia, Görögország és Románia lesz ennek a háromnapos rendezvénynek a főszereplője, és hát itt debütál tulajdonképpen a teljesen megújított buszacsa, illetve most már Continental Arena. Vannak olyan vélemények is, amelyek attól félnek, hogy pont amiatt, hogy csak a női röplabda első osztályú Nyíregyházán, ilyen tekintetben, hogy vajon lesz elég néző, mire gondol, inkább sport eseményekre lesz tele ez az aréna, vagy azért a kultúra az, ami jobban megjelenik majd? Ugye sport és rendezvénycsarnoknak neveztük, tehát én ezeknek örülök, mert ugye amikor volt a bejárás, akkor több olyan hivatásos kételkedőt is megkérdeztem, hogy lát-e problémát, és azt mondták, hogy hát igazából most nem tudnak semmi rosszat mondani. És akkor utána, tehát azért mégiscsak jött, hogy de vajon meg lesz-e töltve? Tehát most maradjunk annál, hogy megújul a sportcsarnok, és egy nagyon modern, teljesen újszerű, és szerintem minden igényt kielégíti, ugyanakkor egy otthonos sportcsarnok lesz. Remélem, hogy erre a három napra minél többen eljönnek majd, személyesen meggyőződhetnek erről, és utána pedig a nyíregyháziaknak ez egy hazajáró program lesz, hiszen ott lesznek kulturális, zenei, művészeti rendezvények. Ez az egyetlen csarnok a megyében, amely 2000 néző fölött, ez meg már több mint 3000-et is a felújítás után tud fogadni, tehát ezeket a programokat csak ide lehet szervezni. Voltak olyan beruházások is ebben a bejátszásban, amelyek nem csak Nyíregyházának fontosak, hanem a megyének is, ilyen a kerékpárút. Hogy áll most a Tokaji tartó kerékpárút? Az évet azzal indítottuk, hogy a január első munkanapon a NIFFEL kormányhivatal illetékes szervekkel együtt egy indító munka megbeszélést tartottunk a Városházán. Ezt követően a kormány hozott egy fontos határozatot, kiemelt beruházássá nyilvánította, ez a határidők szempontjából érdekes. Ugye az elmúlt év végéig 2,5 kilométer tulajdonképpen elkészült, még a 13-ban záruló régi EU-s forráskeretből, és a kitűzött határidő december 15, tehát ebben az évben meg kell épülni ennek a kerékpárútnak. Tulajdonképpen ez a kerékpárút építés és a Kállai kúria felújítása két olyan pontja a kormánnyal kötött modern városi megállapodásnak, ami ebben az évben megvalósul. Ahhoz képest, hogy novemberben kötöttük ezt a megállapodást, miniszterelnök úr két miniszterével akkor járt a Városházán, azt mondhatom, nem állunk rosszul. Sóstó nem csak Nyíregyháza, hanem a megye egyik égköve. Mit terveznek? Így most is szép, de gondolom a fejlesztések itt sem állnak le. Nem bizony, szükséges fejlesztések indulnak. Itt is az előkészületek zajlanak tulajdonképpen. A legfontosabbnak én egy 4 csillagos új 120 szabály szálloda megépítését tekintem, hiszen ez ennek az utóbbi 5 évben folyamatosan, dinamikusan fejlődő turizmusnak a biztosítása érdekében fontos. Mi abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy sok turisztikai attrakciónk van, szeretnek jönni Nyíregyházára, most már szállási kapacitási gondok lennének. A másik nagy, ez egy 3-4 milliárd közötti beruházás, most hirdetjük meg a tervezésre ez a tenderkiírást,
és hát utána ebben az évben szeretnénk még a kivitelezési tendert is elindítani, úgy, hogy jövő tavasszal remélhetőleg az építkezés is megkezdődik. A másik komoly beruházási tervünk, az szintén a modern városi megállapodásban szerepel, 1,5 milliárd forintos komplex fejlesztés a múzeumfalunál. Az a célunk, hogy az állatkert és a fürdő mellett ez a harmadik nagy turisztikai attrakciónk legyen. Egyedi adottság, hogy 3 ilyen helyünk van egymástól 15 perc sétára, ahol 6-8 ezer ember egyszerre lehet jelen, és ezt is, ennek a tervezése is folyamatban van. A harmadik, ami egy 1 milliárdos összegű pályázat, amit beadtunk márciusban, az pedig a gyógyhelyekre kiírt pályázat, ide csak a gyógyhelyek pályázhattak. Közterületi felújítás, ez is a bejátszásban szerepelt, ez egy másik úgynevezett GINOP-os program pályázat. Itt ennek eleme az a közterület felújítás, korszerűsítés, ami azért egy több éves program következő eleme, hiszen megépítettük a sétányt a fürdő mellett, a múzeumfalunál, parkolót újítottunk fel, tehát több minden történt eddig is. Ez a Krúdy Vigadó és a megépített hotel közötti terület teljes felújítása. Itt egy szökőkút parkot tervezünk, ami multimédiás, zenélis és fényjátékkal is, illetve hát a szükséges fejlesztéseket, így a kerékpár közlekedés biztosítása, nyilvános vécék is szerepelnek itt, illetve hát annak a területnek olyan megújítása, megszépítése, ami egyszerre lehetővé teszi azt, hogy ott remélhetőleg a következőekben is több ezer vendég nyugodtan, kényelmesen tud közlekedni és programokat találni. Amit polgármesterről elmondott, abból az tűnik ki, hogy 2020-ra egy nagyon vonzó város, még inkább vonzó város lesz Nyíregyháza. Mert már most is nagyon vonzó. Most is az így van. És nem csak a nyíregyháziak számára fontos, ezt gondolom én, hanem az ide látogatók számára és meg a befektetők számára is. Hallottam egy olyan adatot, ami szerint a megyében 6000 új munkahely lehet a következő időszakban, és ebből Nyíregyháza nyilván nagyon sokat megteremt majd. Kikkel, milyen érdeklődők vannak a városi befektetések iránt? Hát ugye az már nyilvánosságra került, hogy két nagy beruházás megindult, aminek az előkész tervezési szakaszai vannak, illetve a kivitelezés előkészítés. Az egyik a Legónak a nagy beruházása, ami azt jelenti, hogy a mostani több mint 120 ezer négyzetméter ingatlan 250 ezerre fejlődik, tehát megduplázódik, és ez 1600 munkahelyet jelent legalább. De én biztos vagyok benne, hogy többet, hiszen ez a beszállítói kört is érinti. Ez a legnagyobb. A másik, amit a Contitech jelentett be, ugye ezek a kormányok kötött megállap egyedi támogatást élveznek, történt, az egy 660 munkahelyet jelent, tehát csak ez a kettő már ugye 2000, több mint 2200 munkahely, de biztos vagyok benne, hogy a 3000 fölött lesz a 2020-ig, a következő években az új munkahelyek száma, mert most is vannak egyébként a többi cégnél is ilyen 60-80 új munkahely, többen hirdetnek is, meg vannak tárgyalásaik, amik még most nem publikusak, következő nagyobb beruházásokra, amik mindig új munkahelyeket is jelentenek. Polgármester, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogyha majd publikusak lesznek ezek a tárgyalások, akkor is, meg egyébként is szívesen látjuk a stúdiómban. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm.